Negyedik napi rendi pontunk. Bélapátfalvi idősek fogyatékos otthona és módszertan intézetének kitagolása. Egy olyan téma, amely úgy került napirendre, hogy idézőjelbe téve semmi közünk hozzá, viszont az önkormányzat belecsöppent abba az ügybe, amelynek megmondom őszintén nem tudom, mi lesz a kimenetele, illetve hozzáteszem, hogy akaratunkon kívül csöppentünk bele. Ez ügyben a településen zajlott egy aláírásgyűjtés. Az aláírásgyűjtés eredményeképpen, amely két hét alatt több mint 300 aláírást jelentett, az önkormányzat közmeghallgatást hívott össze. A közmeghallgatáson részt vettek, különböző álláspontokat elmondva, próbálták közelíteni az úgynevezett álláspontokat. Véleményem szerint ez nem igazán sikerült ott a helyszínen. Itt a településen elindult egyfajta lavina. Hozzáteszem, hogy néha túlzásokba esve lakosok mondtak mindenfélét, hogy jönnek a bolondok, az aberáltak, és akkor mi fog itt történni. Az önkormányzat azért vállalt ebbe szerepet, hogy a kedélyeket megpróbálja csökkenteni, látva azt, hogy Szilvásváron mekkora az elutasítottsága ennek a dolognak, illetve látva azt, hogy itt már tényleg mindenki mindenkivel lassan harcol. Ezért rákényszerül az önkormányzat is arra, hogy még mondjuk szavazás kiírása előtt valamilyen formában állást foglaljon az ügyben. Természetesen úgy állást foglalni nem fogunk, hogy most ide jöjjenek, vagy ne jöjjenek fogyatékkal élők. Ez a téma ránk nehezedett, mi ettől a témától szeretnénk szabadulni, hiszen nem is hatáskörünk. Éppen ezért kezdeményezzük azt, hogyha lehetséges, akkor a három ingatlan kiváltását, mivel ez okozza a problémát, próbáljuk meg máshol véghez vinni, és innen kezdve vélemények szerint talán egy picit a településen is kidolgulni a feszültség. Úgyhogy az önkormányzat maga a képviselőtestület véleményem szerint javasolja majd, hogy a pályázatnak a benyújtója vizsgálja felül azt az álláspontot, hogy Szilvásváron szükség lenne a három ingatlanra, vagy pedig a környező településeken, ez alatt értve Molnosbét, Luxemburgot és Nagyvisnyót, van-e lehetőség arra, hogy ott helyben esetleg találjanak megfelelő ingatlant, és ott esetleg fogyatékkal élőket el tudják-e helyezni. Igen, és a falu nem zárkózik el ezektől az emberektől, csak ettől a kitagolástól, és hát ha nem megy, akkor viszont valóban meg kell összezavaztatni a falut. A mai magyar jogszabályok szerint nincs lehetőség arra, hogy helyi referendumot írjunk ki ebben a témában. Ez nem az önkormányzat hatáskörében álló téma, innen kezdve erre nincs lehetőség. Szerintem azoknak az embereknek, akik felajánlották a lakásokat, vagy a házaikat eladásra, azoknak kéne visszavonni ezt, és ugyanaz lenne, mint Bélapáton, mert Bélapáton is azok az emberek álltak fel utána, akik felajánlották a lakást a feladási szándékról, és akkor nem lenne semmi gond. A mai magyar jogszabályi előírások tekintetében, ha valaki Szilvásváron szeretne egy ingatlant vásárolni, és pénzeszközzel rendelkezésre áll, az eladóval megegyezik, akkor meg tudja vásárolni az adott ingatlant, ebben az önkormányzatnak nincs beleszólása. Ez a dolog már megtörtént, nem egy kis faluban, egy városban, Bélapátfalván, ott már azok az emberek, hogy ezekkel együtt élnek, laknak, ők már elutasították, és egyetlen egy sajtóorgánon, vagy a médiában ezek nem voltak közölve, és ez a kis 1700-as kis falucsban most miért kellett minket úgymond lejáratni, mikor egy nagyváros ellen nem szólt senki, hogy újságban sem jelentek. Az összes intézményünk mindenféle szempontból akadálymentes, tehát végleg szeretném visszautasítani azokat a vádakat, hogy Szilvásváradon nem látják szívesen a fogyatékkal élőket. Ezekbe a szakemberekbe, akiknek ezek az embereknek az ellátásával foglalkoznak, mekkora felelősség van, hogyha látnak egy adott településen egy ilyen ellenállást. És ennek ellenére azt próbálják erőszakolni, hogy ez a település befogadó módon mennyire megnyugtató ez számukra, hogy odahoznak egy olyan elutasító településre ilyen sérült embereket, akik saját maguk mellett soha nem tudnak kiállni, ugye? Ilyen elfogadottság, egy ilyen befogadás, egy ilyen hozzáállás mellett, hogyan, milyen felelősséggel mernek ők dönteni, hogy idehoznak ilyen bizonytalan helyzetre, meg egy ilyen elutasító helyzetre, idehozzák ezeket a szerencsétlen embereket. Mi van akkor, ha minden falu visszautasítja? Akkor azt kell írni az Európai Uniónak, hogy köszönjük, hogy megnyertük az pályázatot, de nem tudunk rá igényt tartani, mert nincs olyan település, aki ezt a megoldást pártfogolná. Hát az is egy furcsa dolog lesz. Vagy például mondok egy mást, hát Ózdra úgy hallottam, hogy 1000 cigányt telepítenek be, vagy már telepítettek is. Hát azért ez hasonló, ugye, csak más szempontból
megkülönböztetettek a cigányok, de hát akkor ezek szerint nem lehet őket, mert az volna a cél, ugye, hogy beépíteni olyan emberek közé, akik ugye normálisak épp, tehát nem fogyatékosok. Hát azért furcsa lesz ez. A java részük csendes, nyugodt és hát csak tehetetlen. Ugye egymás kezét fogva ott sétálnak, majd mennek, nem hallottanak. Na nem mondom, nem szép látvány. Ezt én is ezt mondom, mert hát látom, meg ismerem őket. Tiltakozott, Büxent-Márton, mikor innen a cigányokat áttelepítettük oda? A lakosság tiltakozott? Hát többeket, több családok. A temető mellett, aki lakott. Azért tudom, mert ügyeletből oda is jártam. Kérném még egyszer a képviselőket, hogy szavazunk arról, hogy egyetértünk-e, hogy kiadjunk egy közlemény, amely tartalmában hasonlít a Horváth László országgyűlés képviselő úr által megfogalmazottakra, és megkérjük Benedek Istvánulat, hogy vizsgálja fölül azt, hogy Szilvásvárra vonatkozóan kell-e három lakóingatlan kitagolása. Aki ezzel egyetért, kérem szíveskedjen készülőtőesre szavazni. Köszönjük. Ezt a közleményt, amennyiben valaki kéri, elektronikus formában meg fogjuk tudni küldeni mai nap este felé, hogyha odaérünk.